Üdvözlöm, kedves barátaim! Már beszéltünk nagyon röviden, hogy tudósok, a legnagyobb tudósok próbálnak kísérletekkel létrehozni életet. Ők nekik nagyon világos, hogy egy sejt összetevő életlen dolgokból áll. Mi ez az életlen? Aminus, a fehérje és a többi, vagy a DNS, ez minden életlen. De hogyan, amikor ezek egybe kerülnek, jön létre az élet? És sokszor van nekik egy feltétel. Ha csak úgy lehet tanulmányozni, hogyha mi használjunk a kísérletekbe csak a matériát, az anyagot és csak az energiát. Hogyha már valaki próbál, azt mondják, behozni Istent, az nem számít, az nem tudomány. Képzeljétek el, egyik híres személy, gondolom fogtok tudni ki az, aki a Windowsnak a feltalálója, mondhatjunk így. Érdekes mondatot olvastam Bill Gates-től, aki azt mondja, hogy a DNS nagyon-nagyon hasonlít a kódra, ami a szoftverekhoz is szoktak írni. Érdekes dolgot mondja. Amikor mi írunk új szoftvert, akkor mi felkeressük és felbéreljük legjobb programozókat, legintelligensebb, legnagyobb fejű programozókat, és ők képesek megírni szoftvernek a kódját. És közben mi azt gondoljunk, hogy a DNS kód, ami sokkal bonyolultabb, mint egy Windowsnak a szoftverje, nem írta senki, hanem az magától létrejött. Ez egy jó mondat volt. Egyébként készülünk nem sokára tartani erről egy kicsit hosszabb előadást. Nagyon izgalmas lesz. És még hogyha valaki nem is érdekel ez a téma, de ajánlom megnézni, amikor erről fogunk beszélni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok meg a csengő gombot, lájkoltok a videót, nem sokára újra találkozunk. Szép napot kívánok! Hare Krishna!